Következik Horváth Barbara és Túri Edit 11. B-osztályos tanulók. Ők egy nagyon régi mémet fognak használni, úgy hívják, hogy tábla. Tehát következnek a jelmolekulák, és aki történetesen éppen ilyesmit tanul a biológia órán, annak különösen javaslom, hogy figyeljen. Köszöntök mindenkit, akkor el is kezdenénk. Ugye jelmolekulák a növényekben. Edith, szerinted milyen élőlényekben fordulnak elő hormonok? Szerintem az állatokban és az emberekben fordulnak elő hormonok. Majdnem tökéletes a megállapításod, csak a növényeket éppenséggel kihagytad. Ó. És miért fordulnak elő a növényekben hormonok? A növényekben előforduló hormonokat fitohormonoknak nevezzük. Ez a fito, ez növényt jelent. Ez a szó növényt jelent. És többféle hormon fordul elő a növényekben. Vannak gátló és serkentő hormonok is. Gátló hormon például az etén és az abszisinsav. És serkentő hormon például az auxin, a citokinin. És melyik a legjelentősebb serkentő hormon? A legjelentősebb hormon az auxin. Ez az auxein szóból származik, ami görög eredetű. És kémiai neve az indoletetsav, aminek Edith éppen a szerkezeti képletét rajzolja fel. És hogyan éri el ez az auxin a növekedést a növényekben? Ez az auxin a növények hajtáscsúcsában található, és innen lefelé hat a növények növekedésére, mégpedig úgy, hogy az állandósult sejteket megnyúlásra, a differenciálatlan sejteket pedig osztódásra buzdítja. És ezt a jelenséget a hétköznapjainkban hol találjuk meg? Hát... Rengeteg kísérletet csináltak a tudósok, hogy ez például hogy működik, és hogy volt egy növény, a hajtás. Volt egy friss hajtás, és ugye a növényeknek elengedhetetlen a növekedésükhez a napfény, és folyamatosan kapják ugye a napfényt, ezáltal auxin termelődik a hajtáscsúcs, hajtás tenyésztő csúcsában, és innen lefelé hat ez a hormon, ugye az osztódási zónában a sejtekre. Ezáltal a növény, az auxinnak van egy olyan hatása, hogy fény hatására elbomlik, oxidálódik, ezért a napos oldalon itt az auxin elbomlik, itt csak az árnyékos oldalon hat a növekedésre, ezért a növény elhajlik a fény irányába. És ez melyik jelenséget idézi elő? Ez az úgynevezett fototropizmus, hogy a növények a fény irányában növekednek. És Pál Árpád kísérlete is ehhez a növekedéshez kapcsolódik? Igen, rengeteg tudós vizsgálta ennek az auxin hormonnak a működését, például Pál Árpád is, és ő a növény hajtáscsúcsát levágta, és az ellentétes oldalra helyezte vissza ezt a hajtáscsúcsot, hogy ezzel befolyásolni akarta, hogy a másik irányban nőjön a növény. És a növény így is a napos irányban növekedett. Tehát ez azt bizonyította, hogy a nap az elengedhetetlen a növekedéshez. És még ehhez a kísérletéhez használta egy zselatin kockát, hogy a levágott hajtáscsúcsot erre a zselatin kockára helyezte, és egy kis ideig rajta hagyta. Ezáltal az auxin nevű hormon a zselatinkockába átvándorolt, úgymond, és ezt a zselatinkockát helyezte ezután vissza a növény levágott hajtásúcs helyére, és az auxin, mivel átvándorolt a zselatinkockába, ezért a növény ugyanúgy tudott növekedni, tehát ez sem gátolta abban, hogy le lett vágva a hajtáscsúcsa. Köszönöm szépen!
Köszönjük.